állam pályázati kiírásra kerül most akkor szó, illetve hadd olvassam fel, hogy mit is írtunk ki idén, és szeretném aztán bemutatni a nyerteseket, illetve a zsűri jelenlévő tagjait, megkérdezni arról, hogy mi hogy zajlott a zsűrizés, és mit gondolnak az idei termésről. A pályázati kiírás így szólt: miről állhatsz és mekkorát, lottóötösről vagy társadalmi igazságosságról, egy jobb munkáról vagy egy szebb szeretőről? Arról álmodsz, hogy a magyar foci méltó lesz régi nagy híréhez, vagy hogy minden korpusz azont elszámoltatnak egyszer? Mi kéne, ha volna? Fenntarthatóság, zöld energia, verseny, autonómia, vagy ingyenevédés, életfogytig disznóvágás? Mi van az álmodban? Bor, búza, békesség, haverok, buli, Facebook, szabadság, egyenlőség, testvériség, vagy Isten az a család? Magyarul álmodsz, vagy idegen nyelven? Van olyan, hogy magyar álom? 10 millió személyes álom? Vagy ez talán inkább 15 millió? Van egy közös is? Vagy pont azt kéne kitalálni végre, hogy mit álmodjunk meg együtt? Vagy egyáltalán nem álmodozni kéne, hanem felébredni? Mutasd meg olyan plakátom, hogy számolja, mit jelent az, hogy magyar álom. Itt mellettem az imár epik sapkát, most ment el, epik sapkákban közlekedő Szabó Simon, aki zsűri tag volt. Azt mondták, hogy nagyon szenvedélyesen zsűriztél, Simonkám. Csak szenvedélyesen lehetett. Jó, igen. Egy olyat, ami működik. Nem, működik. Ezt is. Másikat is keverjük be, köszönöm szépen. Igen? De szerintem azért tűnhettem szenvedélyesnek, mert mindenki szenvedélyes volt, csak nekem mindig erősebb a hangról. Igen. Mert neked erősítőse kell valószínűleg ezzel. Igen, én is el tudom mondani, és hallani fogják. Nem, de hogy tehát csak szenvedélyesen ilyen témát zsűrizni, mert hát annyi pályamunka volt, hogy pörgetni kellett, tehát nem lehetett ott szavazni. Az elmúlt évek termését is talán láttad részben. A kérdésem az, hogy milyennek tűnt az idei? Egy kicsit meglepődtem, megmondom őszintén. Egyrészt még nem zsűriztem semmilyen témában, hogy mondjuk plakát, meg grafika, tehát hogy azért én nem innen jövök. Meglepődtem, hogy nagyon sok pályamunka érkezett, és meglepődtem azon is, hogy egyszerűen, tehát ez hogy jut el az emberekig, honnan tudnak róla, és hány grafikus országa vagyunk. Tehát 10 millió, mert kb. Tehát ez rengeteg volt, ami érkezett. Ami szintén ilyen nem minőségi, hanem inkább mennyiségi meglepetés volt, hogy szerintem nagyon sok olyan volt, aki beküldött legalább 10-15-öt, mert szerintem ilyen azokat ő csinálta. Hát azt hitték, hogy ottoklásít. Igen, kicsit ilyen biztosan ment, de hogy Szerintem nagyon jó pályamunkák voltak, és éppen ezért is voltam szenvedélyes, mert nagyon sok párbeszédet vagy vitát indított. Tehát ez egy sok tagú zsűri volt, hány volt a 20? 15 ember, és 15 plusz áfaz egy. Így van, bruttó 20. És tehát, hogy azért volt szenvedélyes, mert mindenkinek voltak véleményei. Ami nagyon rossz volt, ezt hál' Istennek, ezt egyből ki tudtuk szórni, de amikor valakivel felkeltett egy érzést, egy pályamű, akkor ott elindultak ezek a viták. Vitatkoztunk. Sőt, olyan vita is volt, hogy olyan abban írvét se lettem. A gyűltet fel az inget? De... Nem, elmentem haza. Az a jó zsűritak, keveset eszik. Figyelj, amit arra kérdezni, hogy ugye ez egy megjegyzés személyes, talán ez belefér itt, hogy én soha életemben nem ültem be az arc zsűriébe zsűrizni. Ennek sok oka van, ezzel most nem terelnék senkit. De ahogy ránéztem aztán a leválogatott képekre, valahogy azt éreztem, hogy soha nem volt ennyire politikus az arc, mint most. Szerintem az én életemben, amikor most elbeszélünk ilyen 89 végzett, akkor én azt sem tudtam, hogy fiú vagyok-e vagy lány nagyjából. Ezzel a hanggal azért már 2 évesen is tűnt el. Jó, de hogy most egyszer nem lehetett elmenni ezek mellett a dolgok mellett, ami meg is jelent itt. Tehát, annyi politikai felhang volt a pályamunkában, tényleg, hogy én... De most szerintem már az is politizál, aki nem. Tehát szerintem ez most egy nép hangulat. Köszönöm szépen. Szeretném bemutatni a díjazottakat. Először a Hammer ügynökség által, a Hammer Advertising által felajánlott külön díj ötletéről szeretnék egy pár szót mondani, illetve megkérem Szoboszlai Petit, a Hammer ügyvezető igazgatóját, hogy már sokadik évben vannak velünk, amit ezúttal is köszönök, mert az egyetlen magyar reklámügynökség, ami veszi a fáradtságot, hogy itt legyen velünk. És akkor megkérdeznek, hogy először is mi a nyeremény, a Simontól vedd el a mikrofont rutinosan, és légy szíves, mutasd is be akkor a művel magát, jó? Nyeremény, kérdezem szépen, kapcsolatot.
Mert ugye a legütősebb ötletnek szánjátok ezt. Igen. Tehát itt gyakorlatilag egy amatőr kreatív versenyben próbálkozunk azzal, hogy a professzionális kreativitás szempontjai szerint értékeljük. És a kiválasztott mű, hát ezt meg tudtok mutatni. Azt akkor be is mutatjuk. Nasli Viktor Dupla Gondol című alkotása. Viktor nem lehet most itt velünk, mármint Nasli Viktor. Erőljetek, mert őt az a tech érte, hogy ő New Yorkban él, de találkozik vele karácsonykor, és akkor majd hát amennyiben a határőrizeti szervek beengedik az országba, akkor megkérdezzük, hogy mégis hogyan gondolta ezt. És akkor legyen olyan kedves még pár szót mondani magáról a műről, hogy miért ez az ütős ötlet szerintetek? Hát igen, tehát itt a professzionális szempontok, az észlelés és a rögzülés két nagyon fontos faktor. Mind a kettőt nehezíti a harmadik tényező, az idő. Tudjuk, hogy az óriáspakát a minimális idő van, az emberek nem azért sétálnak, hogy óriáspakátokat nézegessenek. Tehát csak azt észleljük, amelyik az észlelés és a rögzülés tényezőknek megfelel. Itt a vizualitás volt egy nagyon fontos dolog, és a verbalitás. A vizualitás szempontjából ez egy rendkívül letisztult, egy haladóan jól komponált mű, ahol létrejön a szemkontaktus, azt tudjuk, hogy mennyire erős, kapcsolatokat nagyjából ennek köszönhetjük, és egy ilyen ikonikus ábrázolása, nekem kicsit így a Pantokrátor Krisztus jutott eszembe. A szövegírásról pedig annyit, hogy hát itt négy szót látunk, ez a négy szó nagyjából öt évet foglal össze egyetlen mondatba, tehát szerintem ez egy olyan zseniális tömörség, amit mindenképpen díjaznunk kellett. Hozzá kell tennem, hogy még tulajdonképpen ez egy lírai üzenet, és ugye az álmok azok annyira intim területek, és mondtad, hogy a túl politizálva talán a világunk, valóban már az álmok szintjén is kiről álmodunk, vagy kiről éppen nem álmodunk. Szóval ez egy nagyon érdekes mű volt. Én abszolút gratulálok az alkotónak, és arra majd tudunk vele találkozni. Hát majd ne aggódj, majd azért nem húzod, mert Facebook korában ezt nem lehet megúszni, lesz majd fotó, együtt fotók Mikulással valahol a kocsát, illetve a Pestel. Köszönjük a felajánlást. Egyébként nem olyan régen, illetve tavaly előtt volt egy ügyfelünk, akinek kellett egy kommunikációt csinálni, de aztán végül is valahogy pont nem az nyert, amit hasonló ügyben jutunk, hogy az áram én vagyok és a gáz is én vagyok, de oké. Okay. Térjünk át egy másik külön díjra. A Budapest EdSchool külön díj, régi kedves kolléganőm Füleki Bettina, a Budapest EdSchool ügyvezető igazgatója itt van velünk, és hát persze egyben kreatív igazgató is. A nyereményet szabadon választott kreatív továbbképzés lesz nálatok a Budapest EdSchoolban. Légy szíves, mutass be az általatok kiválasztott képet, és mondjál a pár szót, hogy miért ez az. Azt el kell mondjam, hogy egyébként ez Edőcs Zsófia és Kovács István alkotása Vissza a jövőbe című pályaműről van szó. Hát parancsolj, Betty! Igen, hát először is a díjra mondanék egy nagyon rövid mondatot, hogy ez a díjnak az a neve, hogy a legütősebb szöveges ötlet, illetve a maga a szöveges ötletet szerettük volna díjazni, egy szövegírói külön díjat ajánlottunk fel az iskola nevében, ami azért fontos szerintem, mert a szövegíró, mint olyan a munkakörünk között is egy kicsit ilyen mostoha műfaj, szerintem a legtöbb emberünk is tudja, hogy mit csinál. És hogy szerettük volna, hogy így a kreatív szakmák között, akik szövegírással foglalkoznak, így érezzék az elismerést, hogy az ő munkájuk az nem csak abból áll, hogy írnak mondjuk ilyen szövegeket, hogy most olcsóbb, hanem hogy mély gondolatokat fogalmaznak meg, illetve ez nekünk nagyon fontos így a kreatív szakmában, hogy minden plakát mögött, vagy minden kreatív termék mögött legyen egy ötlet, és ez az ötlet nagyon sokszor a szövegíróktól jön, és ezt szerettük volna ebben a konkrét díjazott munkában is megmutatni. És nekem ebben tényleg azt tetszik, hogy egy nagyon hát értékeny és intellektuálisan fog meg egy olyan problémát, egy olyan traumát, ami szerintem itt mindenki. Tehát maga az, hogy ilyen traumatizáltak vagyunk, és az országban így téma ez a szétszakítottság, ez azt hiszem, hogy ez egy rettenetesen fontos téma. És hogy nagyon a szövegírás, nyilván láthatóan van benne egy szóvic, meg maga a szavaknak az eleje és a szavaknak. Rögtön mondjuk, hogy nem én vagyok mögötte, jó, tehát csak igen. Tehát, hogy nekem azt tetszik benne, hogy van benne egy szóvic, de a szóvic mögött, meg van benne egy nagyon mély gondolat. Ugye kicsit utána néztem, hogy a Triász az egy ilyen 200 millió évvel ezelőtt aktuális föltörténet korszak volt, amikor ugye a kontinensek még alapvetően egyben voltak, tehát így nem is voltak külön kontinensek, úgyhogy igazából tényleg egy nagy közös földrész volt, ahol így mindenki együtt élt, és ez sajnos szétszakadt.
És gondolom én, hogy az alkotók erre gondolhattak, hogy ha akkor visszanyúlunk ilyen traumáig, akkor meddig nyúljunk vissza, tehát visszanyúlhatunk akár eddig a traumáig is, amikor szétszakadtak a földrészek. Tehát hogy szerintem ez egy nagyon, nagyon intellektuális és nagyon mély gondolat, és tök jól játszik a szavakkal, úgyhogy mi ezt díjaztuk ebben az alkotásban. Adjuk át a díjat, ugye? Akkor megkérem az alkotókat, amennyiben itt tartózkodnak körülben, hogy fáradjanak ki. Bocsánat, igen, Zsófia, és ezek szerint István a zsebedben van. Gratulálok hozzá! Egy megfordulás elejét, hogyha megfordulás, tehát köszönjük. Köszönjük! A következő külön díjat a Kétfarkú Kutyapárt és Kutyapár ajánlotta föl, Minden, ami kutya, a külön díj neve. Megkérem Kovács Gergőt, hogy akkor hát pár szóta remélem a kedves erről mondani. Azt hozzá kell, hogy tegyen, nem, majd elmondod, hogy mi a díj, jó? Mert végül is az is nagyon fontos. Igen, hát sokáig gondolkoztunk, hogy milyen díjat adjunk, és először ilyen macskásképpen gondolkodtunk, de hát aztán végül így a kutya mellett döntöttünk. Szerintem a név kötelez. Igen, nem akartunk csalni. És hát igazából annyi volt a kritérium, hogy szerepeljen kutya a képen, és hát legyen nagyon komoly, fontos mondani valója, és legyen humoros, és nézzen ki jól, tehát viszonylag könnyű volt megnyerni. És a díj pedig az, hogy három példányban kikerül egyéb utcai hirdetőhelyeken is ez az óriás plakát, tehát nem csak a kiállításon, hanem utcán is látható lesz az október 1-től. Miért tartjátok fontosnak azt, hogy hogy legyen ez? Ez a díj. Nagyon kevés kutyás óriás plakát van, illetve ennél a képnél még azt is el kell mondani, hogy figyelembe vettük, hogy a felhasznált kutyás száma miként találjuk ahhoz, hogy mennyire jó a kép, és itt ugye 0,1 kutyában sikerült egy tök jó képet nyolni. Oké. Az elmúlt hónapok különböző sajtó megjelenéseiben megkérdeztek minket, hogy mit szólunk mi arcosok a két falka kutyapár által levezényelt nagy kampányhoz, ami a kormány. El is mondtuk szerintem sok helyen, hogy mi ezt nagyon kedvezzük, de most én kérdezem, hogy haragudjál. Tehát, hogy mi nagyon kedvezzük, és úgy érezzük egyébként, hogy sok mindenben kapcsolódik az a hangvétel, mint ahhoz, amit az arc mondjuk 14-15 éve csinál. A kérdés az, hogy hogy vagy Tobiusán, mi lesz? Hát ez az emberek sikere természetesen nem a miénk, ami a miénk kampány volt. Hát most tervezünk egy újság kiadását, de ennek a a dolog illegális jellege miatt ezt sajnos nem árultuk el a részleteket. Egyébként hát pedig nyilván a választás kapcsolat készül megjelni 3 év múlva, illetve most először úgy tűnik, hogy a szíriai választásokat kell megjelnünk, hogy azzal tudunk a legtöbbet segíteni talán. Köszönöm, tehát hozzá a Kálmán. Jó, köszönjük szépen, azt azért adjuk át a díjat mindenképpen, úgyhogy akkor megkérlek Gergő, hogy te is különös gyere. A nyertes mester Kata, a mester Éva Hajnalka, a Bátor című alkotás készítőjük. Álljátok egy gondolat, hogy egy picit, hogy legyen közös képerepek. Úgy, így is van. Gratulálok és köszönjük szépen a pályázóknak is, és a két partunk kutyapárnak is, hogy velünk vannak. Most pedig nézzük meg egy rövid videófilmet, ami azon frissiben készült el, ahogy ide érték, hogy